Hát akkor szép jó reggelt mindenkinek. Kicsit elfogtatok így a vége felé. Nem baj. Az izgalmasabb részéről lemaradnak, akik már nincsenek. Nem izgalmas egyébként, csak borzalmas. De. Na, mert mielőtt elkezdenénk, a korábbiakhoz hasonlóan most is próbáljunk kiugrani annak a bizonyos házi feladatnak. Hát elvileg ugye, aki megcsinálni akarta, annak azért ideje volt rá. Az, aki úgy gondolta, hogy szeretne, hogyha segítenék benne, annak kevés ideje volt rá. Ne? Azzal, hogy én másnak tudtam csak rendelkezésetekre állni, ennek ellenére. Volt, aki ott volt, úgyhogy ez sem volt hiába való. Úgyhogy kezdjük az elején. Van-e olyan, aki sikeresen végigcsinálta, ezer lépés volt, úgyhogy jól el lehetett vele szórakozni. Szuper. Na, nagyon jó. Van-e, aki azért legalább elkezdte? Na, azért olyan is akad. Jó. Ez így már azért jobban néz ki az előzőnél. Akkor javaslom a következőt, mivel többé-kevésbé egymásra épülnek a lépések. Pontosabban a későbbiekben van olyan, amihez kell az előző valamelyike. Azt hiszem majdnem mindegyiknél. Ezért úgy gondolom, hogy nyugodtan mondhatom azt, hogy most ne úgy legyen, hogy bekiabálással, hogy kinek melyik nem sikerült, hanem szépen sorba menjünk rajtuk végig. És hát akinek az adott ponttal volt problémája, az ott kajabáljon és mesélje el, hogy mi volt a problémája, aztán utána megnyilván megbeszéljük. Remélem fog sikerülni nekem is összehozni itt a feladatok megoldását, ha nem, majd kisegítetek. Ugye itt azért többen jelezték, hogy végigcsinálták, úgyhogy valaki biztos lesz, aki majd segít nekem, hogyha valahol elrontanám, vagy elvesznék. Na szóval, a nulladik pontot ugye világos, hogy azért írtam oda, mert hogy itt a előző alkalommal sikerült valakinek belefutni egy ilyen csomag elnevezési problémába, hogy nem sikerült megtalálni azt a csomagot. Ha jól emlékszem, talán Suzén, amit én boldogan leírtam, hogy Ubuntu-on úgy hívják, hogy. És ráadásul ugye az illetőnek fönn is volt az IRC-n, és ott se sikerült, ketten együtt sem sikerült rájönni, hogy Suzén, hogy hívják azt a nyomodon csomagot. Ami nem azt jelenti, hogy nincs. Azt jelenti, hogy az én tudásom véges, és nem voltam képes rá, hogy megtaláljam a rendelkezésre álló eszközökkel a rendelkezésre álló időben. Úgyhogy most hozzátettem. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy muszáj volt ezen megcsinálni, főleg mert, hogy amiről itt szó volt, azok gyakorlatilag azt hiszem, a teljesen ugyanúgy kellett, hogy működjön. Bármiféle disztribúcióval is próbáltam meg. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy akkor én most maradok a tételezzük föl, hogy Ubuntu indultál neki, azzal együtt is ennek nem kéne, hogy a környezetbeli bármiféle eltérés problémát okozza. Tehát, volt arról szó, hogy az előző alkalommal, hogy hogy kezelik a Unix-os, illetve hát ugye konkrétan a Linux-os világban a perifériákon, és ezzel kapcsolatban elhangzott egy meglehetősen egyszerű kis alapelv, a perifériákat ugyanúgy fájlként érik el, mint egyébként a te általad létrehozott szöveges dokumentációt például. Na most, a specialitás ugye annyi volt, hogy volt szó arról, hogy a perifériákat kétféle speciális fájlon keresztül lehet elérni. Az egyiket úgy hívják, hogy blokkos, a másikat úgy, hogy karakteres. A blokkos és a karakteres között talán az egyik lényeges különbség, hogy a blokkos eszközöknél nagyobb adatmennyiség olvasása, illetve írása történik meg egyidejűleg. Ezért is hívják gyakorlatilag blokkos eszköznek. Karakteresnél meg úgy kell elképzelni, mintha ő ténylegesen szekvenciálisan byte sorozatot írna, illetve olvasna a perifériát. Említettem azt, hogy a Unix világában például a háttértáraknál, diszkeknél jellemzően mindkétféle hozzáférés létezik ugyanahhoz a konkrét hardverelemhez.
Ez a Linux világában annyiban változott, hogy ma már Linux alatt a diszkeknek csak kizárólag blokkos hozzáférés biztosító eszköz fájra van. Tekintettel arra, hogy emlékeim szerint azt is mondtam, hogy a karakteres, illetve a blokkos hozzáférésnél nagyjából elég, ha annyit megjegyzel, hogy majd a szoftver kiabál, ha neki nem jó az a fajta, amit én éppen paraméterként átadtál. Innentől kezdve tulajdonképp az, hogy egy adott hardvernél esetleg tényleg van, vagy lehet mindkétféle hozzáférés, az egy ilyen kellemetlen mellékinformáció, mint konkrétan megjegyzendő és nagyon-nagyon figyelembe vehető dolog. Azaz, ha kiadnál egy parancsot, és szórakozottan egy blokkos eszközfáj nevét adnád meg, egy olyan perifériára hivatkozva, aminek van ezen kívül karakteres hozzáférése is, akkor majd a szoftver eldönti, hogy neki jó-e ez a blokkos hozzáférés, és ha nem, akkor azt nyugodjál meg, egy hiba üzenetben jelezni fogja. Tipikusan is a block device, vagy is a not a character device jellegű hiba üzenetre kell számítani. Azaz, noha vannak mindenféle ilyen, mondjuk úgy, hogy gyakorlati tapasztalaton alapuló elvek, hogy mikor kell egy perifériánál a blokkost, és mikor kell ugyanannak a hardvernek a karakteres hozzáférését használni, ezt különösebben nincs jelentőségben megjegyezni. Majd a szoftver szólja, ha neki nem jó. Mint mondtam, leginkább a diszkeknél volt ez jellemző, Linuxon ugye már ez sem, tehát a Linuxos diszkek blokkos eszközként látszódnak. Na most annyi plusz van, és ugye ez volt, amit itt a házi feladat megcsinálásához én szerettem volna felhasználtok, hogy meg lehet oldani azt, hogy te tulajdonképp virtuális diszket hozzál létre. Virtuális abban az értelemben, hogy nem egy valódi hardware, hanem valami, ami többé-kevésbé úgy viselkedik, mintha ő egy valódi diszk lenne. Erre említettem, hogy alapszinten egy low setup néven hallgató szoftver alkalmas, és a végeredményként egy per def, per loop valami nevű eszközfáj fog létrejönni. Na most, innentől kezdve, mivel a célom az volt, hogy itt egy halom diszkkel játszadozzatok, hát az felső lépés, akkor csináld meg ezeket a diszkeket. Nyilván az is egy lehetőség, hogyha te virtuális környezetben dolgozol, akkor a virtualizációs szoftvereddel létrehozol egy újabb virtuális diszket, amit adsz a virtuális gépnek, akkor ez annyiban tért volna el a későbbiek során, hogy nem a per def per loop, hanem a per def per SD valami nevű eszközzel kellett volna játszadozni. Valódi jelentősége nyilván nincs, a gyakorláshoz ezek a loop eszközök eléggé jó használható. Nyilván az éles környezet az meg majd ki fog derülni, hogy és amikor én azt csinálom, hogy bedugok a gépbe egy új diszket, akkor annak az lesz a következő, hogy megjelenik egy új perifériát. Innentől kezdve minden későbbi lépésben, ahol a loopra hivatkoztál, az SD diszkre hivatkozol, és a feladat ugyanolyan módon megvalósítható, tehát igazság szerint nagy különbség nincs. Na szóval, mi volt ezek után a pontos parancs? Low setup. Ennek ugyebár meg kell adni, hogy melyik az a file, amiből te ezt a virtuális diszket meg akarod csinálni. Ez egy elég egyértelműen megadandó paraméter. Ezen túlmenően kell még egy paraméter. A paraméter, ami azt mondja, hogy mi lesz az az eszköz, amit majd a későbbiekben használni fogsz. Na most én emlékeim szerint azt a preferált módszert mondtam, hogyha a low setup-nak azt az opcióját adom meg, hogy minusz F, az gyakorlatilag a find available, vagy valami hasonló rövidítése, akkor majd ő föltérképezi a rendszert, hogy milyen loop eszközök vannak jelenleg használatban, tehát ki az, akit elsőként te újonnan használatban lehet. A másik lehetőség, hogy azt mondod, hogy per def per loop 5, és ugye bizakodsz abban, hogy a loop 5-öt jelenleg nem használja más. Na most, egyrészt, ha te meg akarod adni a loop eszköz nevét,
akkor a low-setupnak ugye már volt olyan opciója, amivel kilistázhattad, hogy mik voltak használatban. Tehát ugye kezdheted azzal, hogy lekérdezed, majd a lekérdezés eredményében látod, hogy hát 0, 1, 2, 5 használatban van. Jó, hát akkor a 3-ast, a 4-est, a 6-ast, a 8-ast lehet használni, és megadod úgy. A másik lehetőség, hogy elfogadod, hogy jó nekem az, hogy majd ő megmondja. Ebben az esetben ugye annyi a hátulütője, hogy nem feltétlenül tudod, hogy ő milyen eszközt fog előállítani. Erre mondtam azt, hogy nem mindegyik disztribúcióban levő low setup verzió ilyen, de például az Ubuntu-ban levő a -v hatására ki is írja azt, hogy mi lesz az az eszköz, amit ő majd neked használatra hozhat. Azaz gyakorlatilag ugye javasolhatóan a low setup -v -f opciója, meg ugye az a fájl, amiből te diszket csinálsz. Ami ugye rögtön azt jelenti, hogy bármilyen kínos, hogy én a low setup-pal indultam, van előtte egy előző lépés. Mi volt az az előző lépés? Létre kellett hozni azt a fájlt, illetve hát azokat a fájlokat, amiből majd ezeket a virtuális diszkeket csinálod, és erre emlékeim szerint annól javasoltam, hogy egy meglehetősen elterjedten használt, mindenütt működő megoldás. Köszönöm. Azaz, hogy a DD nevű parancssal lehet ilyen intelligens másolatot létrehozni. Tipikusan ilyen file létrehozásra az a jó, vagy elterjedten használt eszköz, hogy a perdefper zero nevű fájlt másoljunk. A perdefper zero ugyebár egy olyan szintén nem a valódi eszközfájl, amelyet ha olvasol, akkor a végtelenségig hajlandó neked adatot köpni. Minden adat egyébként a 0 byte, de annyit ad, amennyit kérsz. Tehát, hogyha a def per zero-t másolod, akkor tetszőleges mennyiségű adatot tudsz másolni. Azaz, az, hogy a DD-vel mondjuk IF egyenlő per def per zero, OF egyenlő fine-if formában másolod a def per zero-t, ez alkalmas arra, hogy létrehozzad a fájlokat. Már csak két apróság van hátra, de legalábbis egy. Mint mondtam, a def per zero a végtelenségig hajlandó neked adatot adni, tehát valahogy meg kéne mondani, hogy mennyi adatot másoljon. Emlegettem legalább két opcióját, vagy két paraméterét a DD-nek, ebből az egyik mindenképpen kell, ezt úgy hívják, hogy count, ez azt mondja, hogy ennyi darab adat egységet akarok másolni. Ez szintén említettem alapértelmezésben egyébként 512 byte, ha tehát kedved van, akkor kiszámolhatod, hogy a 80 megabyte-ot, vagy mennyit akartam, azokat, az hány darab 512 byte-os egység. Vagy pedig egy másik paraméterrel azt mondod, hogy ugyan már ne 512 byte-os, nagyon barátságos, kifejezetten informatikusok számára javasolható mértékegységbe dolgozzunk, hanem adjunk egy másik blokk méretet, erre szolgál a BS mérlehallgató paraméter. Tehát végeredményben ugye indulásként DD IF egyenlő def 0, OF fine-if, block size mondjuk az, hogy egy nagy M, ez ugye a múltkori alkalommal is külön fölhívtam rá a figyelmet, hogy óvatosan, mert ő szereti a mértékegységeket nem a teljesen triviális formában elfogadni. Mondjuk lehet vitatkozni, hogy hát a nagy M az ugyebár általában a megának a rövidítés. Én mit kötözködök? Nem kötözködök, nekem kényelmesebb lenne, hogyha nem kéne még a shiftet is lenyomni az M mellé, vagy pláne kényelmes lenne, hogy hajlandó lenne elfogadni, nem hajlandó. Tehát block size egyenlő 1 nagy M, count egyenlő 80. Ez pár rosszabb esetben másodperc alatt legenerálja a szükséges fájlt, mellékesen kiírja, hogy az inputról beolvasott 80 teljes és 0 töredékblokkot, az outputra kiír 80 teljes és 0 töredékblokkot, készen vagyunk. Ezzel megcsináltam az első fájlt, nyilván ugyanezt a parancsot kell négy különböző fájlnével ismertelgetni ahhoz, hogy meglegyen az a négy fájl, amiből aztán lehet, hogy a virtuális diszkeket csinálni.
Ha tehát megvan a négy fájl, akkor ugye jöhet az, hogy lószetat, szerintem mínusz V, mínusz F, egyik fájlnév, aztán másik fájlnév, harmadik fájlnév, negyedik fájlnév. Ha különösebben nincsen a rendszerben valami csúnyosság, akkor nagy eséllyel eredményként megkaptad a per defter loop 0-tól loop 3-ig terjedő tartományt, hogy ezek azok a diszkek, amint a továbbiakban dolgozhatsz. Ezzel valakinek, aki egyáltalán beleugrott a dologba, volt problémája, rá kellett jönni, hogy a low-setup önmagában kevés, az A plusz DD, és legrosszabb esetben el kellett olvasni a DD manuáljának egy komolyabb részét, ha esetleg nem nézted meg, vagy nem írtad róla fel, hogy én hogy mondtam. Azt meg lehet csinálni, hogy meg véletlenül egyszer kitöröltem a igen. Utána már nem tudtam azt megadni neki, hogy úgy kettőnél alkotom képnek. Hiába írtam egy direktbe, hogy úgy kettő vagy alatt, nem. Mindig a ötös. Következőt. Kérdésem, mert csak ezek alatt nem tudok válaszolni, hogy a loop 2 kitörlését alatt azt kell érteni, hogy azt mondhatod, hogy RM per def per loop 2? Uh-huh. Jó, akkor valószínűleg az kell, hetett volna, de ezt már ki kéne próbálni, hogy megszüntetni előbb a hozzárendelést, és annak ellenére nem volt hajlandó. Ez érdekes, akkor szünetben egy kicsit majd játszok, és megpróbálok rájönni, hogy mi lehet itt a megoldás, amitől ez működni fog. Kérdés további lépései, látom, hogy a előbb megszüntetted a low setup a hozzárendelést, és utána megszüntetted a loop device-t? Igen. Ez érdekes. Jó, rendben, vettem, nem tudok rá válaszolni, úgyhogy egy kicsit majd játszok vele, aztán ha sikerül, akkor elárulom, hogy mire jutottam. Nyilván, hogyha pozitívumra jutottam, az lesz a jó része. Nem biztos. Ezen tűnődöm, hogy MKDev-vel lehet csinálni, és hogy ez jó lehet-e, ezt akarom igazából letesztelni. Úgyhogy annak, aki esetleg nem igazán van tisztában a dologgal, annyit érdemes tudni, hogy elegettem a múltkori alkalommal, hogy a per-dev könyvtár struktúra az hagyományosan, ez egy statikusan létező könyvtár volt, amiben léteztek maguk az egyes eszközfájlok. És amikor ez így működött, akkor ez úgy zajlott, hogy valamikor a telepítés során jött létre ez a dev könyvtár struktúra, és ez a kollega által emlegetett MK dev nevű jószág, illetve az MK nod nevű jószág volt az, amivel létre lehetett ilyen eszközfájlokat hozni. Hát meg kell néznem őszintén. Amióta ugye ez a UDEV nevű eszköz van, azóta szerintem nem az a szabályos módja a dolognak, de egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy kapásból rájövök, úgyhogy lehet újra generáltatni vele. Valószínűleg könnyű, csak meg kell találni. Ezzel a ponttal kapcsolatban valakinek egyéb kérdés? Jó, mehetünk tovább, és gondolom pörögjünk is egy kicsit föl, ma még jussunk valami új anyaghoz is. Na szóval, ezekből a diszkekből csinálj két darab tükrözött RAID kötetet, MD0 és MD1 néven. Kérdés, volt-e valakinek ezzel problémája? Nagyon jó. Mi volt az az eszköz, amit kellett használni? Az MDADM nevű parancsal lehet, ugye már ilyen RAID köteteket csinálni. Ilyenkor előtte nem kell elfriszkálni? Nagyon jó a kérdés, akik fönn voltak az IRC-n, ott is fölmerült ugyanez, hogy a helyzet úgy néz ki, hogy a virtuális diszken nem kell. De egyébként a valós diszkek esetén én úgy tudom, hogy kifejezetten erős eljárás volt, hogy mellékesen particionáld meg a diszket, és mikor megparticionáltad, ugye csinálj egy a teljes diszket lefedő, ám de speciális típusú partíciót. Itt ugye a virtuális diszkek esetében ez a particionálási lépés elhagyható. Nekem nem volt szó, hogy az MDADM-t le kellett húzni. Áll, igen. Minek kell hozzá a hozzá? Jó kérdés. Én ugyanezt mondtam, amikor először
egy virtuális gépben elkezdtem ezzel játszani, és nagyon csuklottam. Annyi a különbség, hogy én utána néztem, utána kérdeztem, és most ugyanaz a véleményem, mint neked, hogy ugyan mi a francnak. Ha jobban megnézed egyébként, amikor fölteszed a MDADM csomagot, akkor ő nem required csomagként, hanem melegen javasolt csomagként dobja fel a postfixet, mint függőséget. Az egy más kérdés, hogy Ubuntu-ban például az alapbeállítás, hogy ezeket a melegen javasolt csomagokat automatában felrakja. Ha valakinek van hozzá kedve, akkor egy átírhatja az apt-config-ban, B magánál az apt-get install-nál is meg lehet mondani, hogy nem, köszönöm, required csomag menjen föl, az ilyen jó, ha fönn van, nem. Tehát meg lehetne spórolni, viszont a válasz a kérdésre a következő. Arról van szó, hogy az MDADM az egy olyan szoftver, ami ugye a háttérben azt is figyeli, hogyha valamilyen hardware eltűnik a süllyesztőben, vagy elkezd hibákat köpni magából. És ha ilyet tapasztal, meg ugye, mirroringnál, vagy egyéb, hogy mondjam, redundáns rétszeteknél van például beállítva a spare disk, amit ugye használatban vesz, tehát amennyiben vannak ilyen kellemetlen, mondjuk úgy, hogy disk problémák, akkor őre arról levelet küld. És hogy azt a szerencsétlen levelet valahova ki tudja postázni, ehhez a Ubuntu és Debian csomagkészítők úgy gondolták, hogy erőteljesen javasolt, ha fönn van egy levelező szerver, mert anélkül kérdéses, hogy odaérne a levél. Ebben most személy szerint nem szeretnék mélyebben belemenni, mert nem értek velük egyet. Ugyanis például egy lokális továbbításhoz nem feltétlenül pont egy postfixet kell feltenni. Ehhez nyugodtan lehetne valami sokkal-sokkal primitívebb, egyszerűbb, mondhatnám könnyebben konfigurálható, de leginkább kevesebbet tudó lokális mailert is fölrakni. Azzal mondjuk egyet értek, hogy általában, ahol szerver környezetet építenek, ott azért szokott lenni levelező szerver, tehát már a lokális mailer már nem annyira jó, akkor már kell egy olyan mailer, ami legalább át tudja küldeni egy kicsit intelligensebbnek, amiből még mindig létezik a postfixnél kisebb, de az meg bonyolítaná azt, ha te véletlenségből mégiscsak ezt szeretnéd. Nem sokkal egyébként, mert viszonylag könnyedén le lehet cserélni az egyik levelező szervert a másikra, de ők úgy gondolták, hogy ez a, mondjuk úgy, hogy legkisebb rossz. Én személy szerint pont ugyanilyen csúnyán néztem, amikor ezzel szembesültem, hogy ő már pedig magával rántja, mert nálam is az volt, hogy egy ilyen virtuális gépben, a mini telepítésben persze nem volt SMTP szerver, mert nem kértem, és ugyanúgy rántotta, és majd volt, akkor nézzünk utána, mi van. Na most hát az egyik kollégával ezzel elég hosszasan beszélgettem, és ő azt mondta, és mivel nálam lényegesen többet menedzselt nagyobb rendszereket, elfogadom, nem értek egyet, de elfogadom, így is úgy is kell levelező szerver egy ilyen szervergépre, akkor meg az, hogy te fölrakod a kedvencedet, vagy legkésőbb egy ilyen esetben magával rántja a postfixet, hát oly tök mindegy. Nyilván ezt úgy kell érteni, hogy ha te tudatosan raksz fel levelező szervert, akkor te tudatosan kiválasztasz valamit. Abban az esetben viszont, ha te kiválasztottál valamit, akkor az MDADM már nem fogja felhúzni a postfixet, mert észre fogja venni, hogy van fölött egy alternatívaként használható eszköz, és annyi neki elég. A probléma ugye az, hogy a minimalista telepítésben semmi nincs föltelepítve. Nem mondom, hogy jó megoldás, de ez a magyarázata. Na most, tehát gyakorlatilag ugye valami olyasmi történt, hogy az MDADM-mel létre kellett hozni nagy C opció vagy create paraméterrel az MD0-át, mondjuk a loop 0 és loop 1, az MD1-et a loop 2, loop 3 eszközökből, nyilván teljesen mindegy, hogy melyikből, mert a későbbiek szempontjából ez már érdektelen. Jó, következő lépés. Az így létrejött MD0-as RAID kötetre csinálj LVM kötet csoportot. Ez ugye azt jelenleg úgy néz ki, hogy van egy MD0 nevű virtuális diszked, az egy diszk, meg van egy MD1 nevű virtuális diszked, az egy másik diszk. Mondtam az LVM kapcsán, hogy virtuális
bocsánat, hogy az LVM-nél, amikor kötet csoportot csinálsz, ahhoz legalább egy diszk kell. Az más kérdés, hogy természetesen úgy lesz igazán kényelmes, rugalmas, nagy tudású, jó használható, hogyha egyébként több diszkot állítod össze. De a feladat szempontjából ez most nem érdekes, nekünk most csak annyi kellett, hogy jó, csináljunk egy MD0-as eszközön levő LVM kötet csoportot. Mik a hozzá szükséges lépések? F-disk szintén valamilyen specia teljes MD0-as eszközt lefedő partíció, ugyanaz lesz egyébként, hogy nem kell igazság szerint itt a virtuális eszköznél, de első lépésként F-disk. Második lépés. PV create, és mit mondtam? Hogy ebből az egyik diszkből, tehát ugye PV create-et az MD0-ra, vagy ha létrehoztad, akkor az MD0 partícióra kell kiadni, majd pedig harmadik lépésként VG create, ugye a, mondtam nevet, mondtam nevet, tehát megmondod, hogy milyen néven, és megmondod, ugye, melyik az előzőkben előkészített LVM kötetből, fizikai kötetből óhajtod megcsinálni. Ugye jelen pillanatban tehát van két virtuális diszked, ami ugye fájlból állt elő, amiből csináltál egy virtuális raidet. A virtuális raidre raktál egy LVM kötet csoportot. Ez azért jó, mert most már három szinten virtualizáljuk a diszk hozzáférést, de hát ugye lehet ezt még fokozni, ha nagyon akarjuk. A lényeg, hogy jelenleg egy olyan kötet csoportot csinált, amiben egy darab diszk látszik. Függetlenül attól, hogy ugye a RAID maga az kettőből áll össze, de azt ugye nekem nem kell látni, az LVM nem tud róla. Ő úgy képzeli, hogy ő egy diszkre dolgozik. Na most IRC-n fölmerült a kérdés, úgyhogy ha valakinek esetleg szintén fölmerült volna, kihagyható egyébként a PV create. Tehát ha azt mondod, hogy VG create és megadsz egy diszket, akkor ő majd azt mondja, hogy hát ne arra, hogy ez a diszk konkrétan nincs előkészítve az LVM használatra, de üssek ő, megcsinálom. És a kollega megkérdezte, hogy most kell-e. Hát ha kipróbálod, akkor láthatod, hogy nem kell. Én inkább azért szeretem, mert így tiszta, így látod, hogy milyen lépésekből áll össze, milyen objektumokból állítod össze a dolgot. Ezért aztán én személy szerint azt szoktam mondani, hogy nem feltétlenül érdemes kihagyni. Nem tudom, hogy van-e olyan funkció, amit ha kihagyod kézzel a PV create-et, akkor onnantól kezdve elveszítenél valamit. Őszintén nem nagyon tudom elképzelni. De elhagyható. Tehát nem kötelező. Én szeretem, hogyha tanulják meg, illetve úgy használják. Bocs, ezek a lépések kellenek hozzá. Azaz, F-disk, PV create, VG create. Na most, azt mondtam pluszban, hogy az alapértelmezett extent méretet állítsd 1 megabájtra. Ugye az extent az az egység, kicsit olyan, mint a valós diszkeken a szektor méret, hogy ez az az egység, ami meghatározza, hogy milyen lépés közökkel tudsz létrehozni, illetve a későbbiek során átméretezni egy logikai kötetet. Alapértelmezés múltkor elhangzott, hogy 4 megabájt. Én ezt alacsonyabbra akartam venni, és mondtam, hogy ezt sajnos kizárólag a VG create pillanatában tudod megcsinálni. Utólag nem. Ez egyébként így nem igaz. Utólag is meg tudod csinálni. Eldobod az egész kötetcsoportot, és kezded előről. Tudtommal a VG change-el az extent méretet nem. Sikerült? Újra tanultam valamit, köszönöm szépen. Ezek szerint akkor ezt is rosszul tudom. Igaz, hogy a végén megmondom az őszintén, valamiért, amikor megcsináltam belőle ezt az LVM-es, hogy megint csak 76 darab. 76 darabra utoltak, nagyon jó a combálás.
Hát ott azért lehet, hogy egy kis ilyen átszámítási hibázik. Jó. Maradjunk annyiban, hogy köszönöm a pontosítást. Én nem javaslom, és nem ezért maradjunk ennyiben. Ez megint egy olyan dolog, hogy jobb lesz úgy megjegyezni, hogy ez egy olyan paraméter, amit itt kell megadni. Ha itt adjuk meg, akkor mondjuk úgy, hogy jól fog működni. Úgy fog működni, ahogy az elvárható tőle, elképzelhető, hogy mondjam, egyébként jól működik utólagos módosítással is, de egy nevékenység. Na most! Következő lépés, ez volt az, amit nem tudom, minimum háromszor írtam le rosszul a házi feladatban, úgyhogy aki nagyon-nagyon hihetetlenül gyors volt, az még belefuthatott korábbi verziókba, amiben nem jó méreteket adtam meg. Mert hogyha emlékeim nem csalnak, eredetileg talán 4, aztán utána 8, és csak a végén sikerült előállítanom, hogy pontosan mekkorára is kell, vagy legalább nem pontosan, de ennyire mindenképpen jó lenne beállítani. A lényeg, hogy kéne csinálni 3 darab logikai kötetet ezen a szerencsétlen kötetcsoporton, és azért nem mindegy ezeknek a mérete, mert hogy majd a későbbiek során, amikor azt használatba akarod venni, akkor a különböző fájrendszereknek vannak fixa ideái arra, hogy nekik mennyi kéne minimum diszkhelynek. Na most hát eredetileg én úgy indultam el, hogy induljunk már ki 3 darab 4 megásból. Nehogy már 2013-ben ez akkora problémát okozza, hogy 4 mega egy fájrendszer. Problémát okozott, és amikor először tudatosult magamban, akkor nem vettem észre, hogy 2 különböző fájrendszernél is probléma, és csak az egyiknél sikerült javítanom. Aztán akkor utána valaki szólt a IRC, hogy neki már megint nem stimmel. Kicsit visszanézve a logjaimat, amit csináltam én is a feladatot, kérdezett, hogy jé, tényleg nekem sem sikerül. Csak az a különbség, hogy hát én úgy voltam, hogy nekem biztosan van elég helyen a diszken, tehát én nem 80 megából indultam, hanem mit tudom én 200-ból, vagy valami ilyesmi. Tehát különösebben nem izgatott a dolog, hogy van, nincs. Adtam annyi kellett. Úgyhogy mondom, az elején itt voltak némi változások. Elnézést kérek utólag is attól, aki ebbe belefutott, hogy túl korán sikerült letölteni a még hibás verziót. Nem véletlenül írtam maga, nem tudom, a hanyadik javított verzió ekkor és ekkor feltöltve. Hát, ha valakinek eszébe jut, hogy akkor már 8-án sem sikerül, akkor megnézze, hogy történt-e valami. Nem tudom, valaki futott-e bele, nem tudom, sikerült-e rájönnie. Hát bocs, azóta változott a feladatkiírás. Egyébként így szép az élet, és informatikusként gondolom ismeritek ezt, hogy kezdetben van egy feladat, ami mire eljutnék a végére, addigra nem az, mint a kezdeti állapot. Bocsánat, nem így terveztem. Na szóval, ha minden igaz, akkor elvi szinten 2.16-os és 1 darab 8 megás logikai kötettel már el lehetett a továbbiakat játszani. Na szóval, hogy kellett ezeket megcsinálni? Elvi create, ugye mind a 3 esetben meg kellett adni a méretet. Ha már oda föltettem, mi van akkor, ha nem adsz meg méretet? Hiba üzenet. Na most, ezt azért írtam direkt ide, mert bíztam benne, hogy legalább ennek hatására valaki ki fogja próbálni. Ugyanis tulajdonképpen meglehetősen logikus lenne akár az is, hogy ha nem adok méretet, akkor amennyi belefér, mondjuk, csinálok egy akkorát. Ez nyilvánvalóan, hogy ha így működne, akkor az elsőnél elég kellemetlen lenne. De mondjuk az utolsónál már nem akkora gáz. Másik, említettem az előző alkalommal, hogy a Linuxos LVM az konkrétan le van másolva. Struktúrájában, funkciontársában, a HP Unixban ugyanilyen néven levő szoftver. Az például azt mondja, hogy nem adtál méretet, akkor nyilván ekkorát akarsz csinálni. Ő például létrehoz egy nulla méretű logikai kötetet. Tehát azt lehet mondani, hogy van egy olyan, ami logikusnak tűnik, de nem azt csináljuk. Minden esetre talán azt lehet mondani, hogy ez a hiba üzenet még a legjobb megoldás, mert
Általában az emberek többsége valószínűleg nem nulla méretű kötetet akarna csinálni, viszont legalább rosszul este neki, hogyha az elsőre létrehozna egy teljes diszket lefedő logikai köteten, tehát sem egyik, sem másik megoldás nem az ideális. Jelen pillanatban, tehát ugye csak annyi, hogy három darab LVG-t kellett, meg kellett adni a méretet. Na most, ha már itt tartunk, hogy lehetett, vagy hogy kellett megadni a méretet? Jó, akkor mondd hangosabban. Vagy el. Jó. Direkt a méret, vagy? Na, szóval ez a... Ugyan? Pont erre vonatkozott a kérdés, hogy jelenleg tudod, hogy mekkora az extens méret, tehát akár a kis L opciót, akár a nagy L opciót is használhatod. Én személy szerint az extent darab számban adom meg formátumot, nem annyira preferálom, de még egyszer mondom, ha tudod, hogy mekkora az extent méret, akkor nincs vele gond. Éveken keresztül magyaráztam tanfolyamon, hogy hát én még nem láttam embert, aki úgy használná, aztán egy ilyen viszonylag nagyobb cégnél mondták, hogy ja, náluk ez céges policy, pont. Ők mindig extent méret, vagy extent darabszámon adják meg. Azóta legalább számon tartom, hogy láttak már ilyen őrültet is. Tehát a lényeg az, hogy mondhatod, hogy nagy L 8, megmondhatod, hogy kis L 8, mert ugyanazt a végeredményt kapod. De ehhez szükség van ahhoz, hogy ugye tudjad, hogy egy megás az extent. Ha az extent méretet nem állítottad volna át, akkor ugye az extent darabszám megadásánál ugye 4 megás extentekkel, tehát ugye 2 darab vagy 4 darab extent darab formában kellett volna megadni. A lényeg igazából az volt, hogy teljesen mindegy, hogy melyik méret megadási formát használod, darabszám is jó, megabájt is jó. Eredetileg egyébként akartam nektek olyat is, hogy álljon neki kerekíteni, de aztán úgy döntöttem, tök fölösleges, elég rendesen végig rágtuk már, hogy ha te beállítasz egy extent méretet, és nem extent méret többszöröse méretűt akarsz, akkor azt kerekíteni fogja, hogy gondoltam, hogy erre külön még a házi feladatba fölhívni a figyelmet nem sok értelme. Volt-e bárki, akinek ezzel a résszel probléma volt? Jó. Nagyon jó. Hát és akkor ugye jöhet a következő három hihetetlen bonyolult művelet. Elvileg van nekünk egy elvon 0, elvon 1 és elvon 2 nevű logikai kötetünk a végén 0-0-as kötetcsoportban. Mi a következő három művelet? MKFS. Ugye legalább háromféle módon meg lehet adni. Egy. Minusz T opció, és leírom, hogy X3, XFS, YFS. Másik paraméter, másik forma, MKFS, pont. Fájrendszer típusa, tehát ugye XFS, YFS. Illetve a harmadik, említettem, hogy mindegyik fájrendszerhez van egy ilyen saját natív elnevezés, MKE2FS például az X. 2, 3, illetve 4-es fájrendszerek létrehozásánál. Meg talán IFS Create, de ennek már én sem tudom fejből a nevét. Tehát igazság szerint teljesen mindegy. Én preferáltam a MKFS-T formát szoktam javasolni, de amelyik jól esik. Mi a két paraméter, amit meg kell tehát adni? Típus? És hogy hova? Tehát ugye mondjuk minusz T. X3 per def per VG 0-0, ugye a 8 megásra, nem tudom, tényjelzőt fogyaszt az elvon 0, akkor per def per VG 0 per elvon 0, másik kettőnél meg ugye az elvon 1-et, elvon 2-t. Na most, ha kellő késéssel töltötted a házi feladatot, akkor ebben az esetben ezekkel nagyon nem lehetett probléma. Tételezzük föl, hogy jó verziót töltöttél le, volt-e valaki, akinek ezzel probléma volt? Oké, okay, mi volt a probléma? A csomagot nem. Ilyen voltak ilyen csomagok, amiket
Igen, csomagok, amiket telepíteni kellett. Na. XFS tools. És JFS utils. És E2FS prox. Én meg valamit elírtam, ha jól emlékszem. De az később. Kicsit később. Az egyel később, igen. Egyel később, igen. Jó, tehát ehhez például ugye arra rá kellett jönni, hogy az a szerencsétlen mékefes esetleg azért nem tud JFS-t vagy XFS-t csinálni, mert valami hiányzik. Na most ez természetszerűleg egy nem triviális dolog, főleg, ha jól emlékszem azért, mert ha te azt a formát használod, hogy MKFS-T valami, akkor még mondjuk Ubuntu alatt az sem segít, ami nem tudom, hogy mennyire tűnt föl, hogy Ubuntu alatt ugye van egy olyan eszköz, hogyha begépelsz egy nem létező parancsot, akkor erre ad valami tippet neked. Hogy szerintem ezt és ezt és ezt a csomagot kéne telepíteni. Most a baj az, hogyha te azt mondod, hogy MKFS-TJFS. Akkor az MKFS parancs létezik, az más kérdés, hogy ami neki szükséges a működéshez, az nincs fönt, tehát nem tud segíteni a Command Not Found nevű segédi eszköz. Még ha mondjuk azt mondod, hogy MKFS.JFS, akkor esetleg igen. Tehát ez egy kicsit, mondjam, nehezebbé tette a dolgot. Rá kellett jönni, hogy hol a francba vannak az eszközök. Még egyszer mondom, nem triviális, és nem elsősorban ez volt a cél, hogy most ezzel órákat kelljen eltölteni. Mennyi ideig tartott? Elnézést kérek. Majd szünetben mesélj, hogy és hogy jöttél rá. No szóval, föl kellett tehát esetleg telepíteni hozzá két-három csomagot. De ha az fönn volt, akkor utána már ment. Utána ment, jó. Meg a méretek. Meg a méretek. Akkor töltöttem, akkor 50 euró volt. Igen. Akkor igen, szégyenkezve csak azt tudom rá mondani, hogy de legalább a fejedben lesz a dolog. Valószínűleg. Újfent elnézést. Na szóval. Megvan a három file rendszer. Mit mondtam? Csatold fel, és hozzá létrehozzá három könyvtárat. Úgy gondolom a létrehozás nem túl bonyolult. MKDIR, ez úgy körülbelül az első nap hangzott el. A csatolás pedig mount, minusz t, eszköznevek, könyvtár név. Ezzel probléma. Remélem ezzel azért nem volt, mert ez nem túl vagyok. Jó. Na most. Hetedik lépés. Eddig ugye az van, hogy van két RAID kötetem, amiből az egyiket használjuk. Ő a végén 0-0 alatti háttértár. Rendben. Adjuk hozzá a másikat. Mi az eszköz? Egy fél pillanat. Oké. Okay. Tehát itt két helyről is legalább azt hallottam, hogy az a lépés, hogy VG extend. Nem kell semmi? Úgy van. Ezért lapoztam vissza, hogy emlékeim szerint csak az MD0-ra írtam elő, hogy csináljad meg azt, hogy ő LVM-ben használható legyen. Tehát igazság szerint valóban a VG extend a lényeg, de persze az MD1-es perifériával ugyanúgy el kell játszani, hogy fdisk pv create, és miután megvolt a pv create, akkor adhatod ugye csak hozzá a VG extend-del. Megmondom őszintén, ezt nem próbáltam ki, elképzelhet, hogy itt is olyan, hogyha VG extendet egy nem előkészített diszkkel próbálsz meg, akkor lehet, hogy arra is megcsinálja. Megcsinálja. Jó, köszönöm. Jó, probléma igazából nincsen. Na most.
Mind a három logikai kötet méretét növeld meg az eredeti méret kétszeresére. Tehát ugye egy 8-asból kell egy 16-ost, két 16-osból kell két 32-est. A logikai kötet méretét kellett növelni. Mi a parancs? LV extend. És igazság szerint csak annyi a lényeg, hogy ha már elfelejtetted az eredeti méretet, akkor le kell tudjad kérdezni, mondjuk LV display, LVS. Ha tudod, akkor nyilván ez nem érdekes, és tudnod kell, hogy hogy adod meg. Vagy úgy adod meg, hogy abszolút értékben, mínusz nagy L 16, vagy ilyen relatív, mínusz nagy L plusz 8 formában. Vagy ha nem tudom a méretét számolni. Látható módon lehet. Nyilvánvalóan mondjuk az adott esetben, ha egyszer már így fogalmaztam meg, messze ez a leglogikusabb, legkényelmesebb megoldás. Ráadásul viszonylag könnyedén ismételhető a parancs, mert ugye csak a logikai kötet nevét kéne átírni, és kurzor föl, átírom azt az egy szám paramétert, kurzor föl, átírom és készen vagyok. Másik két esetben azért picit bonyolultabb lett volna. A lényeg tehát méret növeléséhez LV extend kellett. Probléma? Nem volt. Na most, és ha minden igaz, ez volt az a pont, ami talán ugye a legmacerásabb volt ebben az egészben, mert hogy a következő pontnál, amikor a fájrendszereket kellett megnövelni, mert nyilván nem véletlenül mondtam három különböző fájrendszer, hanem csak hogy mutassam, hogy bizony a fájrendszer típusától függően ez a méretnövelés ez nem pont ugyanúgy zajlik. És ugye, én ugye igyekeztem a parancsra utaló jeleket elhelyezni a szövegben, hát azért nem volt szerintem olyan eszementen bonyolult megtalálni, de a lényeg, hogy attól függően, hogy milyen típusú fájrendszert használsz, attól függően más és más az a konkrét parancs, amivel magát a fájrendszert megnöveled. Na most emlékeim szerint valaki az IRC-n jelezte, hogy ő belebukott abba a vicces problémába, hogy nem növelte meg a logikai kötetet, és úgy akarta a fájrendszer méretét megnövelni. Mondjuk úgy, ez nem biztos, hogy jól működik. Tehát ezt azért végig kell logikusan gondolni. Egyébként pontosan ez az, ami miatt én szeretem azt mondani, hogy PV create, VG create, LV create, MKFS, lásd a sorrendet. Lásd, mire épül, és ebben az esetben talán könnyebb nem elfelejteni. Én voltam, csak igazából az úgy volt, hogy 50 megás feladatot töltöttem le, akkor nem tudtam létrehozni a fájrendszert. Amikor a fájrendszert létrehoztam, akkor kevés volt a növelés már előre, és utána így kijöttem a növelést, és jó, szóval itt a hibás számértékeknek köszönhetően azért lehetett belebukni bizonyos problémákba. De önmagában ugye igazából arról van szó, hogy ami a kritikus, és ezt próbálta jelezni itt a feladat, hogy előbb meg kell növelni a partíciót. És csak utána jöhet az, hogy a rajta levő fájrendszert. Na most, Gábor,